Mika Valtari, Palmu felügyelő tévedése. Hatodik fejezet. Pillantásunkra van neki az, hogy még jobban zavarba jött. A akarom mondani, nyögte. Attól féltem, hogy a kézirat szétesik, amikor idehoztam. Természetesen nem használtam volna spárgát, ha tudtam volna, hogy nem szereti. Lajhonen erőt vett magán. De hiszen csekéség az egész, jegyezte meg nemes lelkűen, noha még egy kis sémereven. Az a lényeg, hogy megvan a kézirat. Tehát a spárga már tegnap este a kéziraton volt, jelentette ki Palmus szórakozottan az ujjai közt húzgálva a spárgát. Vékony, kék és fehér szálból sodort erős zsineg volt. Honnan kapta? Egy csomag karamelláról szedtem le. Mesélte ártatlanul, van neki is, asszony. Fázer spárga. Én, én szeretem a karamellát. Én is, örvendezett Lajhonen. Amikor írok, Gyakran karamellát rágok, bizonyára ismerik azt a kemény fajtát, amelynek puha a belseje. Lelki rokonságuk szemlátomást még jobban megerősödött. Eh! Fortyant fel Palmu, és zsebre vágta a spárgát. Jöjjenek most a szalomba, az egész sereg, beszélgessünk csak egy kicsit. Butler is! Bementünk a szalomba. Ajma az asztal mellett passziánszozott, és makacs egy hangúsággal fütyörészgetett magában. A húga egyenes háttal ült a karosszékben, piros folt virított az arcán. Látszott, hogy összevesztek. A lány idegesen felállta a jöttünkre. Az irodába kell mennem, szólalt meg hevesen. Mindjárt egy óra lesz. Egész délelőtt hiányoztam. Palmu figyelmeztetőleg fölemelte a kezét. Először magyarázatot kell adnia, miért jött ide ma reggel, mondta szükségtelenül mogorván. Este itt felejtettem a púder dobozomat, válaszolta a lány mereven, mintha megtanult leckét mondott volna fel. Csak azért jöttem. De a lány képtelen volt Palmu szemébe nézni, és lassan elvörösödött. Ajmo rükemőt türelmetlenül az asztalra dobta a kezéből a kártyalapokat. – Ne légy dílis, Ajri! – szólalt meg ingerülten, ismét kedvenc szavát használva. – Bizonyára mindenki megérti. Azért jöttél, hogy megakadályozd? – Ajmo! – kiáltott rá a lány kétségbe esetten, egész testében remegve, és a harag könnyével a szemében. Ajma rükemő a vállát vonagatta. Nyomasztó némaság következett. És megtalálta a púder kérdezte nyájasan palmú. A kérdés meglepte a lányt. M – Me, megtaláltam! – dadogta. Keblére szorította kis táskáját, stágra nyílt szemmel palmura merett. Nagyon csinos lány volt. – Nos, szólalt meg Palmu atyai jó indulattal, és nyájasan kitárta a kezét. Hiszen akkor minden rendben van, és nem kell ilyen zavarban lennie. A lány arc kifejezése igen vonzó volt, amikor a megkönnyebbüléstől ösztönösen felsúhajtott, és hátradölt székében. Nem is képzelte, hogy ilyen olcsón megussza, és nagyon jól megértettem, hogy magában azon töpreng, vajon csak ugyan ilyen nagy tökfilkó lenne Palmu felügyelő. És maga? Fordult csendesen a felügyelő ajmó rükeműhöz. Magának mi dolga volt Bruno úrral? Arra gondoltam, hogy a tegnapi este után nem ártana egy kort ital, válaszolta őszintén. De ezt nem akartam Amália néni fülehallatára megmondani. Valójában semmilyen más magánügyem nem volt Brunoval. Tudtam, hogy mihelyt fel kell abszintot kezd inni, mindig így tett a következő napon, és ezért abszintot szakított a Palmo. No, ebben a házban aztán van méreg. Borzalmas kotyvalék, ismerte el a fiatal úr. is meg mit tudom én, milyen íze van. Valamilyen hajó hozza neki Franciaországból. De senki más nem isz meg, csak ő és Alli, akarom mondani, a volt felesége. Nekem Butler konyakot töltött. Ezt hagyjuk, szakította félbe Palmo. Mit is akartam kérdezni? Igen, melyiküknek van kulcsa a hátsó ajtóhoz? Egészen ártatlanul mondta ezt, mint valami magától értetődő dolgot, noha a legkisebb oka sem volt feltételezni, hogy a kulcs ott van valamelyik jelenlevőnél. Mintha vaktában a levegő belőtt volna. Ajri rükemű hirtelen elsápadt és remegni kezdett. Aztán mély pír lepte el az arcát, mindenkinek a tekintetét elkerülve, mereven a kézi táskájában turkát, majd átnyújtotta a kulcsot palmú felügyelőnek. Itt a kulcs, Szólalt meg olyan halkan, hogy alig lehetett hallani. – Ajri! – bátyának a szeme kerekre tágult a megrökönyödéstől. – Hogyan került hozzá Bruno hátsó ajtajának a kulcsa? Irma vanne is elképedve merett a barátnőjére, Lajhonem pedig bűntudatosan fogdosta a szemüvegét. Egyáltalán nem volt kellemes helyzet. És ugyanakkor hosszan és élesen megszólalt a halban a telefon. Butler kérdően a felügyelőre tekintett, és miután igenlő fejbolintás volt a válasz, kisurrant, hogy felvegye a kagylót. Nyomban visszatért és közölte, hogy Palmut kérik a telefonhoz. Palmu kiment, becsukva maga mögött a szalon ajtaját. Sokáig tartott a kellemetlen csend. Irma van nem nagyon furcsa mosolygott, Ajri rükemöt nézegetve, aki piros arccal csökönyösen a falra merett. A bátyja szemlátomást valami csípőset akart mondani húgának, de jelenlétem akadályozta ebben. Kokki szórakozottan bámulta a nagy festményt, amelyen a nők a legcsekélyebb pendej nélkül nyújtózkodtak, hogy leszedjék az almát a fáról. Én pedig, igen, én bizony főként vannak is asszonyt vettem szemügyre, mert amint már mondtam, a legszebb lány volt, akit valaha is láttam. És lajhon ennek ebben a tekintetben ugyanolyan ízlése volt, mint nekem. Végre Palmu bekukkantott az ajtón, és magához intett engem. A halba mentem, Palmu pedig dühösen becsapta mögöttem az ajtót. – Tudod, amit csinálunk most? – kérdezte szónoki pátosszal, recsegő hangon, ökölbe szorított kézzel és a tehetetlen düh könnyeivel a szemében. Szó nélkül ráztam a fejem. – Hazamegyünk! – mondta feszült hangon. – Felfogod, te ostoba! – Abba hagyjuk a nyomozást, és megyünk a fenébe. Nincs jogunk hozzá, hogy tovább zavarjuk békés emberek nyugalmát. Hágert még azt sem engedte meg, hogy magyarázatot adjak. A boncolást még nem végezték el, de a külső vizsgálat semmit sem tárt fel, amit ne lehetne balesettel magyarázni. Amikor a villanykapcsolóról próbáltam beszélni, Hágert rám förmett, hogy menjek a pokolba. Ez, ez nyílt bizalmatlanság. Hágert ideges, vélekedtem. Másnapos, mert a sárga földig leitta magát azoknak a dánoknak a jó voltából, üvöltötte Palmu, aki képtelen volt tovább fékezni a hangját. De tehet is ő róla, ha az urak egészen a kormányig mennek. A ko kormányig? Dadogtam, mert most már semmit sem értettem az egész históriából. Igen, rükszek igazgató akcióba lépett. Septében felcsengette valamelyik öreg haverját, aki véletlenül miniszter, az pedig felvette a telefont, hogy csak úgy mellesleg megkérdezze tulajdonképpen mi baj van, és a kormányzó összeszitta az ezredest, és az ezredes lehort a hágertet, és hágert most felakaszt engem, és, és, én felakasztalak téged, hogy minden kellő rendben menjen. Itt a vége fuss el véle. Tehát baleset volt, Jegyezte meg csendesen Kokki a kájha mellől. Benne szikla szilárdan visszhangzott a helyes alapelv, hogy a legfelső főnöknek mindig igaza van. Sátán rükszekjei, fakadt ki Palmu, és még sohasem hallottam olyan csúnyán káromkodni. De azt hiszem, ezúttal az olvasó is megbocsátja ezt neki. Én is először értettem meg, mit jelent a pénz és a vele együtt járó befolyás, és megsejtettem, hogy a szocializmusnak megvan a jó oldala. Palmu hősiesen tartotta magát. A szalon ajtajához lépett, kinyitotta mindkét szárnyát, és megszólalt. Mindannyian szabadon távozhatnak, semmi kérdezni valóm nincs többé. Nagyon érdekes hatása volt ennek a meglepő bejelentésnek az egyes jelenlevőkre. Ajmor rükemő arca felragyogott, diadalittasan kitárta a karját. Hiszen én mindjárt megmondtam, hirdette ki, Erik Dilis, Butler Dilis, és a kapcsoló elfordítása semmit sem jelent. Ajri is nyugodtan elmondhatta volna. Gyere, Ájma! A húga belekapaszkodott a karjába, és minden teketória nélkül kiráncigálta. Szemlátomást nem hitte el maradéktalanul a felügyelő bejelentését, jobbnak tartotta, ha eltűnik a helyszínről, mielőtt még bármi is történhetne. Palmu hirtelen a küszöbön termett. A kulcsa, mondta nyájasan, és ártatlanul odanyújtotta a lánynak a hátsó ajtókulcsát. A lány barna szemében a harag és a megaláztatás könnyei csillantak meg. Adja oda Butlernek, válaszolta összeszorított fogakkal. Semmi közöm hozzá. Bátja a húga fejével nyomta a kalapot, és mintha menekülne, gyorsan kituszkolta maga előtt az ajtón. Butler még most is dermetten állt a helyén, penész szürke arccal, s a kulcsot szorongatta, amelyet a felügyelő nyomott a markába. A – A... abba hagyják a nyomozást? – dadogta. – Igen, abba hagyjuk a nyomozást. Erősítette meg a felügyelő nyilvánvaló megelégedéssel, hogy legalább egy ember még nálánál is jobban meg van döbbenve. Ebben a históriában maga húzta a legrövidebbet, Butler. Tehát maga nem fordította el a villanykapcsolót. Ha igyekszik, még kano, kano, kanosszát járhat, egészítettem ki ösztönösen, palmú felügyelő pedig jóvá bólintott. Milyen átkozott bolond voltam, kiáltott fel Butler pillanatnyi eszmélésének rohamában, és görcsösen belekapaszkodott a felügyelő karjába. De nem hagyhatja félbe a nyomozást, felügyelő úr. Én, én félek. Talán mumus van a sarokban, tételezte fel, könyörtelenül palmu, és kiszabadította magát, hogy a felöltője után nyúljon. Butler csak állt magába roskadva szürke arccal, mint a testet öltött bűntudat. De ekkor van is asszony kézen fogva hozzánk vezette Lajhonent, és a könyökével bögdöste, hogy szólaljon meg. Az író szórakozottan beletúrt a kezével a hajába, a hón alá szorítva a drága kéziratot. Palmu felügyelő úr kezdte, azt gondoltam, akarom mondani, azt gondoltuk, hogy semmi sem akadályozna bennünket, hogy hmm, egészen magán jellegű beszélgetést folytassunk egymás közt, még ha véget vet is a nyomozásnak ez az eset hm, roppant érdekes, már csak mint lélektani probléma is. Ha ráér, nem hivatalosan elmehetnénk valahová inni, legalább egy csésze kávét, és ugyanakkor beszélgethetnénk is. Ez a javaslat valóban szinte az égből potyant, és Palmunak a bánattól kékes arca kezdett lassacskán felderülni. De ő bizony számító természet, és arra törekszik, hogy minden előnyös helyzetet a végsőkig kihasználjon. Hát, a reggeli ideje már elmúlt, válaszolta a ravasz egykedvűséggel, pótya vendégeskedést szimatolva, Lajhonen pedig egyből bekapta a horgot. De hiszen itt a legfőbb ideje ebédelni, kiáltott föl, ő is az órájára pillantva. Bizonyára egyikük sem reggelizett. Palmu gyorsan saját kezüleg felsegítette a felöltőt van neki asszonyra. Néha ő is tud udvarias lenni. Lajhonen a hallgatást válasznak tekintette kérdésére. Zavarba jött, és hebegni kezdett. Szá számomra nagyon kellemes lenne, ha, ha, ebédre hívhatnám meg önt, felügyelő úr, és munkatársait is, természetesen. A akarom mondani, a számla az én gondom lenne. Kokki bánatos lóarca is felragyogott. Köszönjük, köszönjük. Válaszolta Palmuk, kétszer is meghajolt, és az arca csupa mosoly volt. Természetesen örömmel elfogadjuk baráti meghívását. Ezek után vetettem egy utolsó pillantást, ahogy akkor hittem, Bruno röksek magánvillájának pompás hajjára. A gránitlány továbbra is mezítelenül térdelt a lépcső lábánál, a vastag szőnyek dagadozott fényűző puhaságában, a kandaló sarkában pedig gúnyosan villogott az indiai sárga váza. Az elképhet Butler kitárta előttünk az ajtót, és Palmu a ház iránti tiszteletből csak a külső lépcsőn nyomta fejébe a kalapját. De hova menjünk ebédelni? tért vissza Lajhonán a fő kérdésre. Palmuk hunyorogva rápillantott, hogy mint egy felbecsülje, milyen helyet foglal el az író az adófőkönyvben. Ha nem lennék csupán vékony pénzű rendőr, válaszolta tapintatosan, ma olyan napot fognék ki, amelyen kedvem szottyannal leinni magam. Koki és én nagy szemeket mereztve, de kellő tisztelettel néztünk rá. Most már Koki számolgatni kezdte magában, ugyan mennyit kereshet az író. Lajhonen arca felragyogott, fenkölt mozdulatot tett a kezével. – Menjünk a kembe! – mondta határozottan. – Ott a második emeleten van egy nagyon hangulatos különterem. Ugyan hányos is a száma? – Amelyben az szövetség egyszer egy német vendéget itatott. – Ha ez a terem szabad, ott nyugodtan elcseveghetünk. A gépkocsink vár! Szólalt meg Palmu egyszerűen, és készségesen a fekete gépkocsira mutatott, amelyet érkezésünkkor Kokki a kapu előtt hagyott. Belepréselőttünk az autóba, ami nem volt könnyű dolog, mert Palmu felügyelő egymaga elfoglalta a hátsó ülés felét, és miután Kokki elindította a motort, Lajhonen egy kicsit zavarba jött, és szükségesnek tartotta, hogy némi felvilágosítással szolgáljon nekünk. Tudni élik, anyám elutazott, néhány hétre vidékre ment, hogy nyugodtan befejezhessem és nyomdakészen leadhassam új könyvemet. Ha nem volna távol, nem is keveredem ebbe az egész ügybe. De most, hogy a kézirat megkerült, minden okunk megvan rá, hogy egy kis ünnepet csapjunk, és ezért kihasználom az ő távollétét. Palmu nem fogta fel helyesen a szavak lényegét, csak udvariasan bólogatott, hogy érti. De én személyesen ismertem néhány írót, és tudtam, hogy Lajhonent szép, de szigorú kapcsolat fűzi az anyjához. A mendemondák azt állították, hogy néha az anyja felügyelete elől vidámabb légkörbe szokott szökni. Tehát a délután izgalmasnak ígérkezett, de rajtam kezdett erőt venni a lelkiismeret furtalás. Tulajdonképpen nem is tudom, hogy hivatalos időben, kezdtem, Hágert hadnagy, Hágert, szólalt meg halkan Felőlem Hágert hadnagy elmehet a pokol mélységes fenekére. Mi most a kembe megyünk, akár hivatalos idő van, akár nincs. Inkább hivatalos időben. Legalább Hágertnek lesz egy kis oka a bosszúságra. Koki arcán is kemény elhatározás látszott, és az álla dacosan előre feszült. Egy egyszerű rendőrnek nincs minden nap része ingyen ebédben, a kemben. De miközben száguldott velünk a gépkocsi, összerezzentem, mert eszembe jutott még egy körülmény. Felügyelő úr, szólaltam meg nagy kínban. Az emeleti kulcs, rükszek úr dolgozó szobájának kulcsa véletlenül a zsebében maradt. Palmu a szemöldökét felvonva vizslatott engem. Igen, véletlenül a zsebembe maradt, ismerte el. Na és? Na és? Igen, ugyan mit felelhettem volna erre? Palmu felügyelő szemlátomást veszedelmes kedély állapotban volt, és aggódtam, vajon hogyan fejeződik be a nap. Minden esetre sejtettem, hogy az őszi hétfő délelőttnek kellemes oldala is lehet. Az a tény, hogy van -e kisasszony velünk volt, szemlátomást a tisztelet és a megbecsülés dicsfényét vonta a körénk. A szállodában kifogástalan udvariassággal a második emeleti méltóság teljes külön vezettek, és fotelekbe ültettek bennünket a dohányzó asztal köré, mi alatt a pincér hozzálátott, hogy a szomszéd teremben megterítse az ebédlőasztalt. Koktélt, kérdezte udvariasan Lajhonen. A nyaka kiegyenesedett, és szemüvege mögül elszánt pillantás villant elő. Hm, válaszolta szemérmesen Palmo. Én nem kérek, szólaltam meg. Miközben mi ünnepélyes némaságba burkolóztunk, egy kifejezéstelen arcú pincér öt párás poharat hozott, amelyekben bársonyos zöld folyadék csillogott. A szívünk körül kezdett felengedni a csalódás első dermetsége – amelyet a nyomozás félbeszakítása váltott ki. Felügyelő úr, szólalt meg szégyellősen Kokki, majd köhécselt és elvörösödött. A fürdőszoba ajtón a zár nyelve fölött, a retesz magasságában a festék két helyen lepattogzott. A vékony spárga ugyanilyen nyomot hagyhat, ha a retesz egy kicsit szorosan működik. Szabad szemmel nem látható, de nagyítóval napvilágnál. Van a zsebedben nagyító? kérdezte haragosan Palmu, aki semmit sem vetett meg jobban, mintha az embernek nagyítóval a markában a padlón kell csúszkálnia és kuporognia. Feltétlen híve volt a munkamegosztásnak. Az új lenyomatok keresését és más, hogy úgy mondjam durva hétköznapi munkát elvégezhetik az ennek megfelelő képzettségű emberek. Szerinte mindenki más csak kontárkodik de magamban gyanítom, hogy inkább a saját testalkata és minden nem szellemi természetű erőkifejtéssel szemben érzett ellenszenve jelentős mértékben befolyásolta ennek a meggyőződésének a kialakulását. Koki minden esetre szégyenkezve elhallgatott, Palmu felügyelő pedig lelkesen elemezni kezdte a feszülten figyelő Lajhonennak és Vannek asszonynak az egész villanykapcsoló históriát, és szemléltetően be is mutatta, hogyan lehet a reteszt kívülről a helyére tolni. A két rét hajtott spárga húrkát a gombra kell rakni, amelyet előbb fel kell emelni, hogy mozoghasson a vájatában. Az ajtót be kell csukni, és akkor már könnyű, a spárga mindkét végét megfogva a reteszt a helyre behúzni, vagyis amíg a hegye be nem mélyed az ajtókeretben lévő vájadba, és a gomb a saját súlya folytán be nem illeszkedik a retesz horonyába. Aztán a spárgát az egyik végénél fogva ki kell húzni. A trükk egyszerű, noha nem hiszem, hogy egy öt éves gyerek is meg tudná csinálni, ahogyan Palmu felügyelő állította. Palmu azt is elismerte, hogy az egész bizonyítás gyenge lábon áll, és nem vezethet a gyilkos leleplezéséhez kezdett békülékeny hangulatba ringatózni, és elfogadta, hogy felettesének bizonyára volt egy szemernyi oka a nyomozás félbeszakítására, noha ezt még most is személyes kudarcnak és nyílt bizalmatlanságnak tekintette. Az ebédlő ebédlőasztalt megterítették. Lajhonen egyetértően bólogatva suttogott a pincérrel. Ünnepélyesen szótlanul letelepettünk a helyünkre. Vannak pillanatok az ember életében, szólalt meg Palmú, szórakozottan fogdosva a pohár talpát. Minden hétfői nap tiszteletére, vágott közbe Lajhonen, szép az élet. Én is van neki, asszonyt nézegettem. A szeme nagy és ragyogó volt, arca majd kicsattant, és a szája piros virágra emlékeztetett. Amikor egyetlen bosszúság egy egész életre szóló alapelvet is megdönthet, bizonygatta Palmú. Kedves barátaim, egész életemben ez az első eset, hogy szolgálatban szeszt iszom. De ma megítélésem szerint megvan hozzá az erkölcsi jogom, és csak jöjjön valaki, hogy kétségbe vonja. Aztán ettünk, és Lajhonen letűnt kultúrákról beszélt, és barátilag megígérte nekem, hogy tanácsot ad, mihegy szerződést kötök a kiadómmal, sőt, még azt is megígérte, hogy nyomdába adás előtt elolvassa a kéziratomat. Apropósz, Szólalt meg palmu felügyelő, de megbocsájtottuk neki a rossz kiejtést. A kézirat, valóban szívesen meghallgatnám, hogyan került az író úr kézirata van neki asszony kezébe. Hosszú história, válaszolta Irma vanne, és megrázta bájos fejét. Szörnyen hosszú história. Alig, ha lenne türelmük végighallgatni. Valamennyien hevesen tiltakozni kezdtünk. Olyan zavaros, hogy azt sem tudom, hol kezdjem, panaszkodott van neki asszony. Tudja-e, felügyelő úr, mi a kincskeresés? Kincskeresés? álmélkodott Palmu. Igen, egy szilai játék, amelynek nagy divatja volt az amerikai társaságbeli körökben, mesélte van neki asszony. Valamikor az újságok is írtak róla. A társaság minden tagjának bizonyos határidőn belül például tíz tárgyat kell megszereznie, ami lehet könnyű vagy nehéz feladat. Egy csomó lószőr, a rendőr gumibotja, valamelyik színésznő cipője, öntözőkanna, vagy bármi más. Az nyer, aki a határidőn belül a legtöbbet hozza el a listán felsorolt tárgyak közül. A rendőr gumibotja, lószőr, ismételte meg Palmu. Még hogy felnőtt emberek odaálljanak és játékból gyűjtsenek, ugyan nem mondja. Ez igaz, szólaltam meg, én is olvastam róla. Ugyanis minden ezzel kezdődött, folytatta van is asszony. Múlt csütörtökön a kappelben kellett találkoznunk Brúnóval, és Ajri magával hozta az irodából váramérnököt. Azt hiszem, Bruno az egész históriát váramérnök bosszantására eszelte ki, aki egyáltalán nem tud beilleszkedni a mi társaságunkba. Mindig olyan fontoskodó, és Bruno talán egy kicsit féltékeny is volt rá, mert régebben ő udvarolt Ajrinak. Akarom mondani, már ahogy Bruno szokott udvarolni, pusztán kedvtelésből, anélkül, hogy bármilyen igazi érzelem lett volna mögötte. Nagyon szép idő volt, valamennyien egy kicsi szilaj hangulatban voltunk, és valami igazán vad dolgot akartunk kieszelni. Éppen akkor olvastam valahol a kincskeresésről, és arra gondoltam, milyen jó hetsz lenne Helsinkiben is kipróbálni. Hm, vélekedett Palmo. A rendőrség megítélése szerint talán nem is lenne olyan jó het. De Bruno nem akarta, folytatta van is asszony, nem illik a méltóságához, hogy olyasmit csinálok, amit mások találtak ki, mondta. De töprengeni kezdett, és az az ötlete támadt, hogy valamennyiünknek valamilyen bűncselekményt kellene elkövetnünk. Mindannyian összerezzentünk. Hangulatunkba némi ellenszem vegyült, amit van is asszony nyomban megérzett. Eh, mondta védekezőleg, hiszen egyáltalán nem kellett olyan szörnyen veszélyesnek lennie. Az volt a lényeg, hogy az ember klasszul tudja megrendezni. Bruno egészen oda volt, amikor eltervezgette, és olyan elragadtatással emlegette, hogy mi többiek is fellelkesültünk. Megvolt benne ez a képesség, bármit mondjanak is különben róla. Úgy fejlesztette tovább az ötletet, hogy a bűncselekménynek valamilyen pótolhatatlan dolog ellen kell irányulnia, ami a kárvallott számára nagyon értékes. De ugyanakkor úgy kellett kiagyalni, hogy a kárvallott ne fordulhasson a rendőrséghez, vagy ne merje megtenni, vagy pedig ne tehesse meg. Aymonnak nagyon lassú a felfogása, és egyáltalán nem értette, miről van szó. Brúnót ekkor elfogta a türelmetlenség, és néhány példát említett. Azt mondta, hogy ha például Ajmó ellopná Amália néni macskáját, a néni valami pótolhatatlant vesztene el, de mégsem merne a rendőrséghez fordulni, mert akkor mindenki bolondnak tartaná, hogy akkor a lármát csap egy macskáért. És Lajhonen úr akkor véletlenül éppen a kapperben ült és sört ivott. Bruno kijelentette, hogy ha az író elvesztené például a kéziratát, pótolhatatlan kárt szenvedne, mert olyan szórakozott, hogy már nem is emlékezne, mi volt a kéziratban, és képtelen volna újra megírni. Annyira szórakozott azért mégsem vagyok, bizonykodott Lajhonan, és kissé elpirult. De ha újra kellett volna írnom az egész könyvet, Ugyanolyan friss, ugyanolyan közvetlen hangon alig ha tudtam volna a gondolataimat felidézni. Később még beszélek a kéziratról, magyarázta Irma Vanne. Minden esetre váramérnök nagyon felháborodott az egész terv hallatára, hevesen ellenezte, és kijelentette, hogy a legnagyobb esztelenség, amit valaha is hallott. De Bruno nagy passzióval csak gúnyolódott rajta, és a kissé gyerekes Ajri is szinte becsületbeli kérdésnek tekintette a dolgot. Erősítgette, hogy ő igenis részt mer venni a játékban. Bruno azt állította, hogy ő mindenképpen leleményesebb nálunk, és bizony ő találja majd ki a legklasszabb bűncselekményt. Annyira biztos volt felőle, hogy meg is ígérte, hogy a győztes bármit kérhet tőle. Akármit. Váramérnök kielentette, hogy ebben az esetben ő is bekapcsolódna. Ha ő lesz a győztes, azt akarja kérni Brunótól, hogy két évre vonuljon be valamelyik elvonó intézetbe. A Mendemonda szerint ez lenne a konszern vezetőségének leghőbb vágya. De ez természetesen csak gúnyolódás volt. Amikor komolyra fordult a dolog, a mérnök elhatárolta magát az egész históriától. Ekkor Bruno azt mondta, legyen ő a versenybíró, és értékelje ki, kinek a bűncselekménye a legleleményesebb. És mindenki vasárnap este kilenc óráig kapott határidőt, akkor nál össze kellett jönnünk, hogy eldöntsük a versenyt. Csatlakozom Váromérnökhöz, jegyezte meg palmó. Eddig még én sem hallottam ilyen esztelenséget. Hát nem fogja fel maga is, milyen szörnyű játékba bocsátkoztak? Én is ezt mondtam, sietett megjegyezni a maga részéről Lajhonen. Reggel elmagyaráztam van neki asszonynak, hogy az emberi lélek gonosz erőivel játszottak. Akarom mondani, ha a gondolat a bűn területére téved, és a bűn hatalmába adja magát, akkor az emberben felszabadul mindaz a sötétség, amelyet a normális élet kordában tart. A tudatunk mélyén, valamennyünkben Oidipus rejlik. Oidipus? kérdezte Palmu. Az a legendás görög király, aki megölte az apját és az anyját vette feleségül, magyaráztam. Megjegyzésem süket fülekre talált Palmunál, ugyanis van neki is asszony összerezzent és a szájához kapta a kezét. Megölte, ismételte. És a szemek kitágult, most már emlékszem. Egy pillanatra elhallgatott, nyomasztó csend töltötte be a termet. Vára mérnök lett a versenybíró, folytatta. Aztán vannak is asszony. Természetesen ebbe is csak azért egyezett bele, mert nem akarta Ajrit egyedül elengedni Brunohoz. És azt kérdezte bruno hogy véleménye szerint melyik a leggonosabb bűncselekmény, amely szóba jöhet és díjat érdemel. Valamennyien tréfának tartottuk, és azért meg is feledkeztem róla, de most már emlékszem, most már emlékszem. Palmu felügyelő előre hajolt a széken, és a szeme kemény volt, mint a kő, mert a félelemtől kitágult szemmel írma van suttogva folytatta. A gyilkosság! Ezt mondta Bruno, és nevetett. És Váramérnök elvállalta, hogy ő legyen a versenybíró.